Az elmúlt évtized legnagyobb léptékű településfejlesztési beruházása valósult meg a funkcióbővítő városrehabilitációs program keretében Záhonyban. Közel 300 millió forintból az általános iskola és a művelődési ház közötti területen szabadidőparkot alakítottak ki rendezvénytérrel, játszótérrel. A kapcsolódó fejlesztések keretében több száz méteren díszkövezet készült el, új aszfaltburkolatot kapott a József Attila utca, és megszépült a főtéri barátságáruház is. A beruházást, amely 100%-os támogatásból valósult meg, szombaton ünnepélyes keretek között adták át. Záhonynak egy új kulturális lehetőséget adhat, hiszen szabadtéri színpad, játszótér, közösségi tér, ugye a Béres József egész alakos szobra, ami első az országban, úgyhogy egy nagyon megszerették hamar az áhonyiak, nagyon sokan látogatják, pihennek itt, és akkor élvezik ezt a csodálatos teret. Az eseményen részt vett dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, aki külön szólt a következő évek meghatározó fejlesztési terveiről, így az M34-es autópálya megépítéséről és az orosz cégóriás a Magnit remélt betelepedéséről is. A várossá válásának 25 éves évfordulóját ünneplő Záhony új rendezvényparkjában a miniszter, a polgármester és ifjabb dr. Béres József, a Béres ZRT elnöke együtt leplezték le a város szülöttének, a Béres csepp megalkotójának, dr. Béres Józsefnek egész alakos bronz szobrát.